hogy jó előadás lesz, a szeretlek is, meg nem is, ezért már sejtett pár gondolatot, és hát szeretetről nagyon sok mindent hallunk, tudunk, értünk is, meg nem is. Na, fogjunk ehhez a témához hozzá, aztán Karesz az adott pillanatban el fogja venni a szót. Lássuk, hogy mit tudunk a szeretetről, mi az, amit ezzel a témával kapcsolatosan hallunk, látunk, érzékelünk. A szeretettel kapcsolatosan mindenkinek van egy nézőpontja, egy alaptézise, amely számára biztonságot ad. E köré szervezi a gondolatait, a cselekedeteit és a viselkedését. Igyekszik azzal körbevenni magát, amit, akit szeret, és minden lehetséges módon kerülni próbálja azt, amit, akit nem szeret. Ha egy gyereket megkérdezel, hogy kit szeret a legjobban, ő azonnal meg tudja nevezni legjobb esetben valamelyik családtagját, de ahogyan növekszünk, a szeretet fogalma egyre bonyolultabbá, egyre összetettebbé válik számunkra. Amikor azt mondom, hogy szeretet, akkor talán a legelcsípeltebb tartalommal bíró szót használom. Mindenki magára is valamit adó ember, mindenkinek van egy saját tartalma, egy saját tartalommal látja el ezt a szót, amely azt fedi le, amit ő szeretetnek gondol. Minden vallás központi szereptel ruházza fel a szeretet szót, a keresztények azt vallják, hogy a szeretet az Istentől való, a Tórában szerepel a szeresd a másikat, mint önmagadat kifejezés, a szeretet például az iszlámon belül az egyetemleges testvériségként jelenik meg, amely mindenkire érvényes, akik tartják a hitet, és az ő vallásukban Istennek, vagyis Allahnak 99 neve közül az egyik, a szerető egy kifejezés, az Al-Vadud, ha jól ejtem ezt a kifejezést. A szeretet tehát központi helyet kap a keleti vallásukban is. A buddhizmus, bármennyire is nem vallásnak definiálják magukat, vagy nem vallásként tekintenek magukra a buddhisták, és használnak két kifejezést, a metta vagy maitri jelentése, jó akarat, barátságosság, jó szándék, barátság, kedvesség, közeli hullámhoz, és mások érdekével való törődés. Ez is a szeretet szó mögötti tartalomként lapul meg. A buddhizmusban van egy másik ág, ami inkább a Dél-Ázsiában honos, ott a 10 kötelesség közül az egyik, és a 4 mérhetetlen közül az első a szeretet, amit ők a ragaszkodás nélküli szeretetként fogalmaznak meg. Amint látjuk, a szeretet szót már sokan, sokféleképpen megmagyarázták, értelmezték. Éppen ennyire elcsépelt ez a kifejezés, pont emiatt elcsépelt ez a kifejezés, és naivan azt is gondolhatnánk, hogy ezt a szót már olyan sokan és olyan sok réten elmagyarázták, hogy mára 2023. február 14-én már mindenki pontosan érti, hogy mit jelent a szeretet szó. Azt hiszem, hogy hogy a szeretet szót már olyan sokszor és olyan rosszul használtuk, hogy annyira megkopott és felszínessé vált. Engedjétek meg, hogy ezt a kiüresedett, valódi, mély tartalomban nem bíró szót, a szeretet szót, egy one size méretű unisex ruhadarabhoz hasonlítsam. One size, vagyis csak egy méretben kapható, ezért senki sem érzi benne magát egyedinek, különlegesnek, és valljuk be, csak nagyon keveseknek áll jól. De ennek ellenére mindenki hordja, mert tömegcikk, és trendi, meg divatos. Valahogy így áll a jelenlegi társadalmunk a szeretettel is. Bevallom, lehet, hogy így első hallásra egy kicsit szokatlan a hasonlat, de talán mégis helytálló, ha arra gondolunk, hogy milyen külsőséges és sokszor szélsőséges módon használjuk a szeretetet. Gyakran a szeretet gúnyája mögé bújunk, kifelé azt mutatjuk, hogy mi milyen szeretetteljes emberek vagyunk, de hogy mennyire jó emberek vagyunk, de a máz mögötti küzdelmek és az azok mögött lapuló csupasz valóság az, hogy mindannyian attól félünk, hogy sosem kapjuk meg a szeretetet, vagy ha mégis, akkor már attól félünk, hogy idejekorán elveszítjük, elrontjuk, vagy elveszik tőlünk. A szeretet one size unisex köntösébe bújtatva menetelünk, látszólag mindenki másért.
De valójában a késztetéseink nagyon hasonlóak. A szeretet nevében cselekszünk, és ennek a nevében élünk végletek között. Azért szeretünk, utálunk valakit, megvettünk valakit, míg egy másikért rajongunk, közeledünk valakihez, vagy éppen eltaszítjuk magunktól. Mióta ember van ezen a Föld nevű bolygón, azóta több millió életet oltottak már ki a szeretet nevében. Nem csupán a vérengzésekre, a háborúkban elvesztett életekre gondolok ilyenkor, hanem azokra is, akik a hamisan és önző módon értelmezett szeretet nevében és kötelékében éltek és haltak. Mert sajnos a jelenlegi modernnek nevezett társadalmunkban is még mindig lehet a szeretet nevében manipulálni, zsarolni, alárendelni, birtokolni másokat. Tesszük ezt néha a propaganda vezényszavára, mert ha szeretsz valakit, akkor ért, megteszed. Ha szereted a családod, a szüleidet, akkor... És itt most elhallgatok. Azt hiszem, ismerősen csengenek ezek a szavak a közelmúltból is. Szóval mégiscsak hasonlít erre a one size unisex ruhára a szeretet, ami standard méret, és mindenkire rá kell húzni, mindenkinek ugyanazt, ugyanúgy kell tennie, amit sok évtizeden keresztül belénk programozott elvárások diktálnak, mindezt, mert szeretlek jeligére. Ez a félreértelmezett szeretet az emberiség gyenge pontja. Azt hitették el velünk, hogy csak az a jó ember, aki mindenki mást szeret magán kívül. Mert az önzés. Ha önmagam szeretem, az önzés, az fúj, az narcisztikus, az de minimum beteg. Szerintem, és kövessetek meg, vagy kövezzetek meg emiatt a gondolat miatt, csak azt tud igazán, mélyen és igazán szeretni, aki magát is képes és tudja szeretni. Önmagamat szeretni alatt azt értem, hogy békés jó indulattal tekintek magamra. Mindenre. Nem teszek különbséget a számomra tetsző és nem tetsző tulajdonságaim között. Elismerem az általam hibáknak és erényeknek címkézett tulajdonságaim. Nem szépítek, nem túlzok, nem dicsőítem magam, de nem is gyalázom. Ez jelenti számomra a hiteles szeretet alapját. A valóságot látom. Azt, ami van. Úgy, ahogyan van. Nem teszek hozzá, nem veszek el belőle, nem emelem magasba, és nem tiprom el. Van. Létezik. Tudomást veszek róla. Elfogadom, tisztelem, és mindennel együtt, vagy mindennek ellenére pont úgy szeretem és tisztelem magam, ahogyan van, ahogyan vagyok. Persze, törekedhetek magamban a kevésbé kellemesnek gondolt dolgok átalakítására. De igazán akkor vagyok érzelmileg felnőtt, amikor ezekre nem mint hibákra, defektekre gondolok, hanem úgy, mint önfejlesztő tanításra, a bennem elérhető legnagyobb szeretet megtapasztalására. Ha ezt magammal nem tudom megtenni, akkor másokkal sem fogom tudni. Amikor meg sem próbálom az önmagammal szembeni őszintességet, és emlékeztetek benneteket, Karesz mindig azt mondja, hogy légy őszinte önmagadhoz. Tehát a gyógyulás alapvető pontja az, hogy őszinte vagyok legalább magamhoz, illen a környezetemhez is, de kezdjük magunkkal. Amikor meg sem próbálom az önmagammal szembeni őszintességet, akkor ferdítek. Ilyenkor azt hazudom magamnak, hogy most két példát hozok fel. Az egyik, hogy én csak szeretetből cselekszem, a javát akarom, ezt nekem muszáj, ezt nekem kell, vagy nincs más választásom, de ha én nem, és akkor hosszan lehet ecsetelni az indokokat. Valójában ezt a megmentési késztetést, mert itt ilyenkor meg mindig megmentői szerepben tetszelgem, ez a megmentési késztetés nem is a másikról szól, hanem magamról. Mert van egy elképzelésem, hogy a szeretet nevében mit kell
megtennem, akkor is, ha nem kérik, akkor is, ha nem becsülik meg, vagy akkor is, ha nekem ez már túlzottan terhes. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Vajon bevallom-e ilyenkor magamnak, hogy nem őt szerettem magamnál is jobban, zárójelben, mert magamat nem tudom szeretni, hanem leginkább attól félek, hogy ha nem teszem, elvesztem a szeretetét. És mivel én magamat nem tudom szeretni, ezért kell, hogy valakitől szeretetet kapja kívülről. Ez a külső személy kvázi, ezzel a külső személlyel kvázi függő viszonyba kerülök. Ha jól viselkedem, szeretni fog, ha nem leszek jó, akkor nem fog szeretni. Vajon milyen képek jutnak még eszünkbe erről a ha jól leszek, jó helyen leszek, ha rossz leszek, rossz helyre kerülök. Ha jól leszek, szeretni fognak, ha nem leszek jó, nem fognak szeretni. Ismerősek ezek a képek. Ez olyan, mintha egy rajtam kívülálló ítélő hatóság előtt állnék, akinek meg kell felelnem, mert ha nem, akkor engem senki sem fog szeretni. Ezzel megerősítem azt a tévhitet, hogy igen, engem másképp nem lehet szeretni, csak ha teszek érte, csak ha kidolgozom a belemet, csak ha minden tárcán nyújtok, csak ha átmegyek kiszolgáló személyzetbe. Vagyis azt a tévhitet erősítem, hogy én nem vagyok másképp szerethető. Na, ez az, ami a legnagyobb tévhit. Megismétlem, megerősítem ezzel a fajta viselkedéssel azt a tévhitet, hogy igen, és így deklarálom, aláhúzom magamnak, megerősítem magamban azt a tévképzetet, hogy engem másképp nem lehet szeretni. Üdvözlégy, központi önleértékelés. A másik példa, amiben szintén gyakran felrítünk, és önmagunk előtt is kicsit kipuderezzük a valóságot, az, amikor azt hazudjuk magunknak, hogy rám nem figyel senki. Valójában mi vagyunk azok, akik nem figyelünk magunkra, akik nem szeretjük magunkat. És ahelyett, hogy befelé figyelnénk magunkra, ehelyett bűnbakot gyártunk, és áldozatként tekintünk magunkra. Valójában senki sem áldozat. Csak annak hiszi magát. Abban az illúzióban él, hogy a szeretet valami, ami rajtunk kívülről jövő, kívülálló erőforrás, ami fogyócik, és nem jut mindenkinek. Ha összegezném, akkor úgy folytatnám az eddigieket, hogy valójában a sorsunk teremtői vagyunk, és nem az áldozatai. Mi tesszük pokollá, vagy mi tesszük paradicsommá az a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel, és a tévhiteinkkel. Hogy mennyi minden van ebben a szeretett szóban, mennyi minden van még ebben a történetben, amit érdemes lenne tudni. Rengetegszer a gyerekkorban nyúlunk vissza, hogy a kötődésem, a ragaszkodásom az milyen. A kötődéssel kapcsolatosan rengeteg magyarázat van. Igen, vissza lehet idáig fejteni a dolgokat, hogy milyen szeretett mintát hoztam. De itt a felnőttkori énemnek a felelőssége az, hogy ezzel foglalkozom-e, ezzel intenzíven, éberen figyelve dolgozom. Mert addig, ameddig ugyanazokat a berögzött gondolatokat, tévhiteket ismétlem, addig ne várjak másfajta eredményt. Persze lehetnek egyéni eltérések, lehetnek különbözőségek. De az, hogy én biztonságosan kötődöm, vagy bizonytalanul elkerülő módon, vagy ambivalens ellenálló módon kezelem a külvilágban körülöttem lévőket, hogy hogyan reagálok azokra a pillanatokra, amikor ez a látszat biztonságom megszűnik. Amikor magamra vagyok hagyva, amikor hirtelen úgy érzem, hogy nincs ott senki a közelemben, akkor a számomra biztonságot jelentő másik szemét hogyan kezelem. Érdemes lenne egy kicsit mélyebb önvizsgálatot tartani. Hogy
Tudom-e azt, hogy én akkor is szerethető vagyok, ha éppen nincs mellettem senki? Hogy az én értékemet, vagy szerethetőségemet nem a külvilág válasza fogja meghatározni, akkor biztonságosan tudok kötődni. Ha bizonytalanul, elkerülő módon kötődöm a társakhoz, akkor egyedül maradáskor, vagy egyedül létkor stresszként hat rám az egyedül lét. Gyakran van ilyen felnőttekkel is, hogy nem merünk elsodródni egymástól, mert ahogy kilép a társa, biztonságot jelentő személy azonnal fráz kerülget bennünket, mert félünk, hogy jaj, velünk mi lesz. És ha visszajön, akkor meg hidegen és elutasítóan viselkedünk, mert nem akarjuk elmondani, nem akarjuk felfedni a belső szorongásunkat. Gyakran, bizonytalanul, ambivalensen, ellenálló módon kerülünk kapcsolatba, nyűgösek és passzívak vagyunk, teljesen feldúlt állapotba kerülünk, hogyha ha nincs körülöttünk a biztonságot jelentő személy. Ez a megnyugtathatatlan állapot, amikor kapkodunk, amikor dühvel reagálunk, vagy nagyon passzívnak tűnünk akkor, amikor ezek a megnyugtató jelenlétek ott vannak. Felnőtt korban nagyon érdekes az, hogy nem csak ezeket a gyermeteg mintázatokat hozzuk, hanem még rá is teszünk egy lapáttal, nyilván konfliktusainknak köszönhetően. Ha az előbb a központi önleértékelésről beszéltem, akkor ez sem szó az én képről, hogy ki vagyok én, milyen vagyok én. Ha ezzel nincsenek a dolgaim rendezve, akkor kialakulhat egy negatív én kép. És hogyha ehhez társul az elkerülés, akkor ez a negatív én képből fakadó önbizalomhiány és társas szorongás melegágya. Szeretnék mély kapcsolatokat kialakítani valakivel, de gyakran úgy érzem, hogy a társam nem viszonozza ezt a fajta kötődést. Közeli kapcsolatok nélkül nem érzem jól magam. Félek attól, hogy mások nem érzékelik, nem értékelik az én szeretetemet úgy, ahogyan én szeretem őket. Ezek a társfüggésnek a meleg ágyai, ez az elárasztott állapot, ezt így hívjuk, hogy elárasztott kötődés. Ha negatív énképnél maradunk, akkor a félelemteli állapot, ez egy felnőttkori kötődési típus, a félelemteli, itt is negatív az énkép, és nagyon magas az elkerülés. Ez a személy negatív képet ápol magáról, és a társáról is. Kényelmetlen számára a közelsége, nagyon bizalmatlan, nehezen ad bizalmat, nehezen szavaz bizalmat másoknak. De ha ez megtörténik, állandóan aggódik a sérülései miatt, amiket belül őrizget. Nagyon fontos számára, hogy elismerjék, ezért rendszeresen visszajelzésre van szüksége, hogy ugye jó vagyok, ugye szerethető vagyok, ezt állandóan dicsérni kell. Amennyiben nem tudja a félelmeit helyén kezelni, eluralkodik benne a magányosság. Rengeteg ilyen emberrel találkozom, hogy az én képével alapvetően gondok vannak, tele van önleértékeléssel. Vannak jó példák is, például a kicsivel egy fokkal jobb az elutasító kötődés. Itt pozitív az önkép, az én kép, tehát alapjában véve nem túl sok önleértékeléssel találkozunk, de nagyon magas az elkerülés. Ez a személy pozitív viszonyban van magával, látszólag magabiztos, és a közeli kapcsolatok nélkül is jól érzi magát. Fontos számára a függetlenség, hogy teljesítsen, hogy önálló legyen. Emiatt nem enged magához közel embereket, és gyakran bizalmatlannak tűnnek. Na most egy olyan ember, akinek magas a szabadság igénye, alapjában békében van magával, míg egy olyannal társul, akinek állandóan kell a feedback, a közelség, az állandó jelenlét,
azok között nagyon sok súrlódás alakul ki. És itt van a szeretet megnyilvánulásainak a fokozata, minősége, már a kötődési mintáink is lehet, hogy ellentétesek. És akkor mondjuk egy abszolút jó példát, a biztonságosabb kötődés. A másik része volt pozitív az önkép, és alacsony az elkerülés. Ez a személy könnyen kerül közel másokhoz, nem zavarja, hogyha kölcsönös függés helyzet van kollégákkal, hogy számítunk egymásra, hogy fontos vagyok, hogy feladatokat közösen végezünk, önbizalma rendben van, nem attól fél, hogy nem fogadják el mások, vagy hogy elhagyják, bizalomteli. Könnyen alakít ki intim kapcsolatokat is, vagy belsőséges kapcsolatokat is. Nagyon kevés ilyen embert látok. Azt látom, hogy a legtöbb a félelemmel, elkerülő kötődéssel reagál a környezetére. Nagyon gyakran gyermekkori traumákat tesznek ezért felelőssé. De azt gondolom, hogy a tudatosság ott kezdődik, amikor ezeket felülírom. El kellene azon gondolkodni, hogy mit hozott ez az én életembe. Az első lépés a tudatosítás, hogy felismerem az ismétlődő mintákat, tudatosítom, hogy vannak olyan helyzetek, vagy olyan kapcsolati szerkezetek az én életemben, amiben úgy gondolom, hogy ez kudarc volt. Emiatt nem tudtam biztonságosan, nyugodtan, szeretetteli módon kötődni a másikhoz. Felvállalom a felelősséget. Annak ellenére, hogy ilyen problémákkal, vagy ilyen kötődési struktúrákkal rendelkezem, ami igen gyermekkorból eredeztethető, mégis vállalom a felelősséget, hogy felnőttként ezekkel békét kötök. Na nem úgy, hogy rátöröm az ajtót a szüleimre, és hibáztatom, és elkezdek mindenféle sikertelenségemért őket okolni, hanem felismerem ezt a mintát, feldolgozom az emögött húzódó traumát, és felelősséget vállalok azért, hogy kitartóan dolgozom a változásért. Éberség, tudatosítás, felelősségvállalása. A harmadik pedig az őszinteség. A probléma felismerése is, a között, hogy a valós változás be is következzen, ahhoz idő kell, és következetes magatartás. Gyakran megismétlődhetnek régi minták, emlékek. Miért? Mert még az a konfliktus, hogy nincs teljesen lezárva. Vállaljuk az őszinte belső munkát azon, hogy megbeszélem magammal, a partnerrel, azzal, akivel éppen megosztom azt a helyzetet, vagy azt a problémát. Hogy igen, ez nekem bejött egy régi rossz sablonom, de szeretném máshogy csinálni. És fejleszteni kell magunkban azt az éberséget, ami különbséget tesz például a ragaszkodás és a szeretet között. Nagyon nagy különbség van a kettő között. Néha ezt mi magyar nyelvterületen összemosuk, hogy valaki ragaszkodik hozzám, az nem feltétlenül jelenti azt is, hogy szeret. Hogy mi a ragaszkodás és a szeretet vagy szerelem közötti különbség? Például azokra az esetekre értendő az, amikor hosszú ideig együtt vagyunk valakivel, megszokásból, kényelemből, vagy ragaszkodásból maradunk egymás mellett, akár mindenféle szeretet vagy szerelem nélkül is. Mi a különbség a kettő között? A ragaszkodás az önző. A ragaszkodásban azt tartjuk szem előtt, hogy a párunk miként tud boldoggá tenni minket. Ez az önző szeretet, hogy ragaszkodom hozzád, és ezért képes vagyok irányítani téged, befolyásolni a másikat. Azt tartjuk szem előtt, hogy a párunk mindig mellettem legyen, folyamatosan rám figyeljen, mindenben elsőbséget biztosítson nekünk. Nekem. Ezzel szemben ez a folytogató érzés, igen, lehet köze az én kötődési hiányosságaimhoz, de ezzel szinte megfolytogatjuk a másikat. Ez az, amitől szinte nem jut tőlünk levegőhöz. Ezek azok a kapcsolatok, amelyek aztán elválasztási konfliktusokkal végződnek, akár úgy is, hogy a pár együtt marad, az egyik folyamatosan szeretné érezni a közelségét, a másik folyamatosan szeretné ezt a túlzott ragaszkodást taszítani.
A ragaszkodásban van egy irányítási késztetés. Nem akarja elengedni a másikat, ki akarja közösíteni, csak velem légy, ne menj el a fiúkkal sörözni. Emiatt mindenféle manipulációs technikát, játszmát is beszoktak vetni. És ez az, ami elveszi a másik személyes szabadságát. Jobban mondva korlátozza az. Ez a társfüggésnek, az önbizalom hiánynak, illetve a nagyon-nagyon nagy szabadságvesztésnek a minőségét hozza, mert úgy érzi az egyik, hogy nem tud szabad akaratából, szuverén lényként cselekedni. A ragaszkodásnak van egy időiglenes állapota, vagyis lehetnek olyan pontok, amikor ez a ragaszkodás feloldódik, ritkán fordulnak elő, de azok a kapcsolatok, amelyek valamilyen megfontoltsággal születnek, anyagi haszonszerzés, presztízs, hírnév, és ezt a ragaszkodást kötötte össze, ugye látjuk a sztárvilágban, ez nagyon gyakran előfordul, ilyenkor ez a ragaszkodás pont az ellentétére tud átcsapni. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a szeretetről és a szerelemről is, mert azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hol kezdődik az igazi szeretet, hol kezdődik az a patológiás vonal, amit ragaszkodásnak vagy társfüggésnek, bizonytalan félelemteli kötődésnek gondolunk. Fontos lenne azt tudni, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy az, amivel mi kapcsolódunk, az micsoda. Hogy csak a haja, a szeme, a külseje, a mosolya, a foga, a füle, nem tudom milyen testrésze az, ami bennünk vonzalmat kelt. Ezek talmi ideig, vagy talmi kincsek nagyon rövid ideig tartanak. Ugye ezek a folyamatos átalakuláson megy keresztül az ember, ezek nem állandóak. Ez inkább erotikus vonzalom, vagy talán még annak sem nevezném. Ezek szexuális ösztönző impulzusok, amelyek tartanak valameddig. Aztán meg kellene említenünk a szenvedélyt. Ezt gyakran csak a fizikai, testi vágyra értjük, és gyakran csak a szexuális vágyakra gondolunk, de a szenvedély, a közös szenvedélyek, és most nem a káros szenvedélyekről beszélünk, hanem azokról a passziókról, azokról az elhivatottságokról, azokról a közös célokról, amelyekhez mi ragaszkodunk, amelyeket mi szeretünk együtt tenni, szenvedélyesen kirándulunk, ugye ismerünk, hallunk ilyen szót, vagy közös hobbiaink vannak, amely szintén egy nagyon jó kapocs lehet két ember között. És az elkötelezettség, az elköteleződés a másik iránt, ez egy nem csak egy döntés, ez eleinte spontán alakul ki, és amint tudatosabbak vagyunk, egyre jobban összekovácsolódik ez a két emberből álló egység, ami külön-külön is önálló szuverén lényként tud működni, de együtt, egy csapatként is nagyon jól együtt tud egy feladatban mozogni. Fontos lenne tudni, hogy mi az, amit szeretnénk a másiktól megkapni, mi az, amit én szeretnék, vagy miből érzem magam szeretve. Azt hiszem, hogy itt is vannak hiányosságok, mert lehet, hogy a szeretet megnyilvánulásának módjai nem ugyanazok, mint két fél részéről. És a szeretet nyelvekről is kell egy pár szót szólnom, mert szervesen összefügg az egészséggel. Például, ha az öt szeretet nyelvet most felsorolom, de szervesen kötődik például ahhoz, hogy a szeretet nyelveink milyen szinten sodornak bele konfliktusokba bennünket. Elismerő szavak.
ajándékozás, szívességek, minőségi idő és testi érintés. Haladjunk visszafelé. Testi érintés. Ha én arra vágyom, hogy megérintsenek, hogy hozzám bújjanak, hogy kiskifli, nagykifliben aludjunk el, hogy legyen egy ölelés, legyen egy puszi, legyen egy egymáshoz testileg közel levés, és itt nem az erotikáról beszélek, hát vágyunk arra is, hogy a barátainkat megöleljük, őket is szeretjük, tehát ott is vágyhatunk egy ilyen érintésre, ez ugye az elválasztási konfliktusok börtöneteit tudja hozni, ha ez hiányosan teljesül, vagy túlzott mértékben olyan személytől jön, amit vagy akit én nem szeretnék magamhoz közel engedni. A minőségi idő az, hogy rám figyeljen, velem legyen, együtt töltsünk el egy időt, akkor csak mi legyünk ketten a világon is, ne a televízió, ne az újság, ne a Facebook, ne a telefon, ne az egyéb dolgok. Nem lehet minőségi időt úgy tölteni egymással, hogy miközben mondjuk bevásárlunk és toljuk a kosarat és bosszankodunk, hogy már megint mindennek felment az ára. Ez nem minőségi idő. A minőségi idő ott kezdődik, akármilyen sok vagy akármilyen kevés is legyen ez időben, amikor csak mi ketten vagyunk. A minőségi időben azt érzem, hogy megnyílhatok, őszinte lehetek, elmondhatom, figyelnek rám, érzékelik az érzéseimet, a gondolataimat. Van egy adóvevő kapcsolat közöttünk, tehát mint a rádió adó és rádió vevő, tehát hallja, nem elmegy a füle mellett, hanem ott van. Ha nincs időnk egymásra, akkor itt beléphet a túlhajszoltság, túl lassú vagyok a dolog megkapásában, és itt lehet a párom is, mert állandóan versenyt futunk az idővel, a külön órákkal, és ilyenkor például olyan helyzetek adnak, vagy jöhetnek elő, amikor azt érezzük, hogy elsodródunk, mint két párhuzamos vonat egymás mellett. Ez szintén érdekes. Szívességek. Vannak olyan emberek, akik szolgáltatva mutatják ki a szeretetüket. Kikészítik a pizsamánkat, megrocsolják a virágainkat, megfőzik a reggeli kávét. Mini szívességeket tesznek el önnek bevásárolni. Azt éreztetik velünk, hogy ők megtesznek helyettünk valamit, azért, hogy kimutassák a szeretetünket. Na, elfelőtt szoktunk a leginkább átsiklani, mert első nap még örülünk neki, második nap, jaj, de jó, de aranyos vagy, és harmadik naptól ez a megszokássá, negyedik naptól pedig követelhető dologgá szokott válni, erre jó lenne jobban odafigyelni. Az ajándékozás, az a falatokkal való jutalmazás, igen, néha ajándékot kapunk azért, mert rossz lelkiismeretet kompenzálandó próbáljuk ezt megmutatni, hogy hosszú ideig nem figyeltem rád, most akkor itt van ez a valami, örülj neki. De ebben is próbáljuk meg a jó szándékot látni, mert ezt is valahogy a szeretet vezérli, hogy jóvá tegyem azt, hogy nem figyeltem rá. Tehát ne az legyen az alapvető reakciónk, hogy az én szeretetem nem meg lehet. Ő nagyon sok ember csak így tudja kifejezni a szeretetét is. Az utolsó, amit talán a legfontosabbnak tartok, azok az elismerő szavak. Ha nincs egy jó szavunk egymáshoz, ha nem tudjuk megdicsérni a másikat, ha csak a rosszat mondjuk, és állandóan a támadás és bemocskolás címszavak alatt futnak a megjegyzéseink, akkor itt nagyon komoly írha programokkal találja magát szembe az ember. Érdemes arra odafigyelni, hogy a szeretetem kifejezem szavakkal, tettekkel, odafigyeléssel, érintéssel, szívességekkel, vagy akár kisebb-nagyobb ajándékokkal is. Mindegyiket jó használni. Azt látom, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik mindegyiket használják. És ha a szeretet egészség, szeretet béke, harmónia címszó alatt elkezdünk keresgélni, akkor észrevehetjük azt is, hogy folyamatosan azokkal a problémákkal, azokkal a helyzetekkel küzdünk, hogy hol nem kapom meg a szeretetet, sóvárgok a falat után, vágyom arra, hogy közel legyen. Mi a problémám ezzel? Folyamatosan azt szeretném megkapni kívülről, ami bennem már bennem van gyárilag.
Ameddig szeretetlenségben vagyok önmagammal és a világgal, mert nem tudom elfogadni önmagam és a világot úgy, ahogyan van, addig az az alapvető helyzet áll fenn, hogy mindenben és minden helyzetben konfliktust fogok keresni és találni. Az egészség szeretete az ne akkor legyen, kerüljön előtérbe, amikor már megbetegszünk. Figyeljünk oda éberen nap mint nap arra, hogy milyen irányba haladunk. A gondolataink az egészséget, a szeretetet táplálják, vagy valamilyen megbetegítő irányt vettek. Ha békében fekszem le, és ez is mindig elhangzik minden webkonferencián, akkor azt jelenti, hogy szeretem, tisztelem, elfogadom azt a napot úgy, ahogyan van, úgy, ahogyan volt, úgy, ahogyan viselkedtem. Megpróbálhatok törekedni a másfajta reakcióra. Odafigyelhetek jobban, ez kell is folyamatosan figyelni. Folyamatosan éberen lenni abban az állapotban, hogy vajon ma én tudtam-e szeretni és tisztelni magam azért, ami velem történt, azért, ahogyan ma viselkedtem. És ha szeretetről beszélünk, akkor az egészség alapvető köve az, hogy én szeretem önmagam. Ha önleértékelésben élek, akkor a gyógyulásom is lassabb, ha egyáltalán elindul. Addig, ameddig nem tudok önmagammal pozitív viszonyba kerülni, ameddig hibáztatom magam, hogy én riekosodat adtam a Hofnagel Pistinek. És már 10 éve mézga gézenéként élem az életem, és még mindig ott vagyok a múltban, akkor vajon szeretem-e azt, aki most vagyok? Érdekes dolgok ezek. És ha szeretet címszó alatt vagyunk, akkor érdemes lenne elgondolkodni, hogy azokkal, akiket szeretek, azokkal egy olyan életközösségben élek-e, amiben a szeretet az alapvető rezgés, vagy a kölcsönös befolyásolás, a kölcsönös kontroll. Ha a szeretetről van szó, akkor az egészséggyógyulás témája is egy kicsit izgalmassá válik, hiszen gyakran birtokolni akarjuk egymást, gyakran meghatározzuk a szerepköröket, előre leosztjuk, hogy kinek mi a dolga, ki miért felel, és kinek mit kell gondolnia és tennie, és gondoljunk csak azokra az állapotokra, amikor pont egymással van konfliktusunk, állandóan optikai sínen vagyunk. Hogyan oldjuk meg ezt? Hogyan tehetnénk ezeket a programokat feleslegessé? Hogyan lehet a szeretet gyógyító erejével is hatni egymásra? Erről fog nektek ma részletesebben és mélyebben Karesz mondani egy nagyon-nagyon fantasztikus előadást. Köszönöm neki a lehetőséget, hogy ezt kifejthettem nektek, és remélem, hogy ennek a fényében mindez, ami a germán gyógytudomány bevonásával a szeretet megnyilvánulásának és megtapasztalásának minőségét hozza, ez holnaptól, mától az életünk alapköve lesz. Köszönöm a figyelmet, Karesz, tiéd a szó. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. És nagyon-nagyon köszönöm Rékának azt a fantasztikus bevezetőjét ebbe a témába, ami minden ember életében egy központi téma. És ha belegondolunk abba, hogy mi az, ami leginkább motivál minket, bármire is, az csak is és csak is a szeretet megtapasztalása. Szeretet hiányától szenvednek az emberek, mert nem tudjuk, hogy mi az a szeretet, de ott legbelül mindenki tudja, vagy érzi, hogy mire lenne szüksége. Nézzük meg csak a gyerekeket. Mit akar? Anya, figyelj rám! Oda tekeri a fejemet! Nem így van, anyukák? A gyerek azt akarja, hogy figyeljünk. Miért? Nagyon egyszerű. Ismerjük a játékot, ugye? Amikor figyelek, akkor nincsen múlt, nincsen jövő, akkor megjelenek a pillanatban, és teljes lényemmel tudok valakire figyelni előítélet nélkül. Mert a szeretet
az előítéletek nélküli, feltétel nélküli elfogadást jelenti. És mindenki erre vágyik. Csak hogy itt van az intelligens okos agy, és ő folyamatosan feltételekhez köti az elfogadást. És ameddig feltételekhez kötjük az elfogadást, addig soha, de soha nem fogjuk megtapasztalni, hogy mi az a szeretet. Tehát ameddig az intelligens, okos agyunk, az elménk vezeti az életünket, mert okosak vagyunk, mert látjuk az összefüggéseket, mert értünk mindent, és azt hiszük, hogy annál értékesebbek vagyunk, minél több ismeretre szert tettünk, minél több papír vagy elő szó van a nevünk előtt, professzor, doktor, docens, stb. Szóval ameddig ebben mérjük mi az emberi értéket, addig hatalmas tévedésben vagyunk és leszünk. Az embernek az egyetlen értéke az, hogy mennyire tud szeretni. Vagyis mennyire tudja elfogadni önmagát és a másik embert is úgy, ahogy van. Feltételek nélkül. De hát is szól az agyam, hogy azt nem lehet, azt nem lehet, az veszélyes! Jaj, kérem szépen. Ez egy hatalmas nagy becsapás, önbecsapás, hogy veszélyes. Én mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Próbálja ki azt, hogy a bizalomra szavaz. És ha a bizalomra szavazunk, akkor fogjuk megtalálni azt, akit valóban keresünk. Akkor fogjuk megtalálni a másik emberben is a valós értékeket, mert ameddig én félelemben, vagyis feltételhez kötött szeretetben élek, addig nem fogom felfedezni a másik ember értékeit. És ez a kölcsönös feltételhez kötöttség fogja a legtöbb párkapcsolati konfliktust okozni, mert a konfliktusainknak legalább a fele a párkapcsolati konfliktus, és aztán jön a családon belüli konfliktus, ami szintén nem a szeretetről szól, mert a család egy biológiai kapcsolat. Nagyon szerencsések azok, ahol a családot a feltétel nélküli elfogadás kapcsolja össze, ez tényleg így van. És a munkahelyi problémák is csak abból adódnak, mert elvárásoknak, feltételeknek kéne vagy kell megfelelni. Tehát, ha megtanulunk bizalommal tekinteni a jövőbe, megtanuljuk megteremteni azt, amire vágyakozunk és a javunkat szolgálja, hát akkor a jövőtől sem kell félnünk. No de, hiába próbálok én pozitívan gondolkodni, ha az intelligens elmém folyamatosan a pozitív gondolkodásomat agyontapossa, múltbeli élményeket hoz be, és bizonyítja nekem, hogy nem szabad pozitívan gondolkodni. Igen, ehhez először le kell zárni a múltat. És ha lezártam a múltat, úgy, ahogy azt mindig elmondom, érzelmileg, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, sőt, hálával, na akkor kérem szépen a múltból az agyam semmit nem tud felhozni, amire én úgy gondolnék, hogy köszönöm. Amikor lezárjuk a múltbeli félre sikerült dolgainkat, és ebben mindenki tegyen bele azt, amit éppen csak szeretne, és megjelenek a pillanatban, mondjuk egy párkapcsolatban, akkor nem a régi kellemetlen, negatív emlékek fognak bekattanni az agyamba, hanem ha megjelenek a pillanatban, és el tudom fogadni azt, ami van úgy, ahogy van, akkor lesz, és csak is akkor lesz esélyem arra, hogy megéljem az egységélményt, ami messze menően több, mint egy biológiai orgazmus. És ha van egységélmény, akkor minden, ami eddig az orgazmust megakadályozta, az működni fog. Az feloldódik. De ehhez a bizalom kell. Kérem szépen, amíg nem a bizalomra szavazunk, addig nem tudjuk fölvenni a kapcsolatot a lelkünkkel, a nagybetűs lelkünkkel. Tehát
Én erre próbálok mindenkit, hát hogy mondjam, terelni. Nem akarok rávenni senkit semmire, nem akarok senkit meggyőzni semmiről. Úgyis az élet már mindenkit meggyőzött sok mindenről. A kérdés csak az, hogy mikor döntünk, hogy eddig ez volt, és innen más lesz. Ez lenne az alapvető fontos pillanat az életünkben, hogy hozzunk egy döntést. Már 2 évvel ezelőtt az évindító előadásban újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Ne feledjük el, minden nap egy új lehetőség. Na de nézzük meg akkor, hogy a germán gyógytudományban hogyan is jelenik meg a szeretet. Hát gondolom már mindenki kitalálta, mert itt van Hámer doktornak egy fiatalabbkori képe, mosolyog, mert a 20 éves házasság évfordulójára írt egy egyszerű dallamot a más studentem mégként az én kis diáklánykámnak, mert az ő szerelmük az egyetemen kötődött és fergeteges szerelem volt. A valódi feltétel nélküli elfogadást élték meg a feleségével, Zigriddel, és ebből a szerelemből 4 gyönyörű gyerek született. Már az egyetemen érkező gyerekeket bevállalták. Persze a család az nem nézte jó szemmel ezt az egészet. Amikor Zigrid Hámer elmegy vizsgázni bőrgyógyászatból, a 3 kisgyerek kint ül a folyosón. Szóval ezek valami csodálatos dolgok, és ennek a nőnek 20 év után ír egy gyönyörű dallamot, egy visszaemlékezést az életükről, és kiderül majd 30 év után, hogy ez a dallam egy csodálatos, gyógyító dallam. Ugye Giovanna Conti zeneszerzővel volt kapcsolatban Hámer doktor, és elmagyarázta, hogy ez a kis egyszerű népdal pontosan a biológiai természettörvények szerint fut le. És mivel Hámer doktor szerezte a zenéjét és a szövegét is, ezért nyilvánvaló, hogy egy archaikus dallamról beszélünk. Nem akarok én senkit meggyőzni. Itt van, bemutatom. Itt van a 700 oldalas könyv a kezemben, és a 2097-es sorszám szerepel benne, itt van az eredeti CD, úgyhogy az a dallam, ami a weblapról letölthető, az kérem az eredeti dallam a Hámer doktornak. Van erről a dallamról előadás, és nem is egy, sőt a könyvből feldolgozott esettanulmányok is külön előadásokban megnézhetők. Én ennél többet nem tudok tenni. Engem a germán gyógytudományban elsősorban a terápia érdekelt, mint orvost. És azért fordítottam le ezt a könyvet 7 számjegyű összegért, hogy közelebb jussak a terápiához, és megértsem, hogy miként tudunk segíteni a hozzánk fordulókon. Na most ez a dallam, amit látjuk ezen az ábrán, a dallamnak az íve párhuzamosan fut a hámeri iránytűvel, vagyis az értelmes biológiai programnak a hullámával. Miről szól az értelmes biológiai külön program? Nagyon egyszerű, mert ugye tudjuk, hogy a konfliktus aktív fázisban a szimpatikus idegrendszernek a hatását tapasztaljuk. A megoldásban pedig a vegetatív idegrendszernek a másik végpontját, vagyis a vagotóniát, vagy hogy tetszik, a paraszimpatikus túlsúlyt fogjuk megtapasztalni. A szimpatikus idegrendszer, tehát itt a konfliktus aktív fázisban pont azon segít nekünk, hogy megoldjuk a feladatot, ezért lesz magasabb a vérnyomás, a pulzus, ezért fogjuk
a stressz hormonjainkat is felszabadítani, ha túlságosan sokáig bennülünk a konfliktusban. A megoldásban pedig mi történik? Az ellenkezője történik hormonálisan, jön a vágusz, a bolygóideg hatása, ezért nevezük vagotómiának, és a dolgok rendeződnek, míg az első részben hideg a kezem, lábam, a második részben kimelegszik. És tudjuk, hogy van egy epileptoi időkrízis, mondom még egyszer, a helyes neve epileptoi időkrízis, jó? Van, aki másképp nevezi, és ebben a szimpatikus idegrendszernek lesz megint a túlsúlya, krízis, mert tünetek lesznek benne, de most erre nem térek ki különösebben, és jön megint a vagotónia. Amikor már jó az étvágyam, jó a hangulatom, de iszonyúan fáradt vagyok. Nos, miért mondtam el mindezeket? Azért mondtam el mindezt, hogy megértsük, hogy ez az archaikus dallam, ez hatni fog egy magasabb rezgés szinten arra, ami alacsonyabb rezgés szint, és ez a biológia. Hogy hogyan és miként, az mindjárt kiderül. Itt látjuk az elérhetőségét az eredeti dallam letöltéséhez. Na most, amikor konfliktus aktív fázisban hallgatjuk a dallamot, és belső csiralemez, vagy középső csiralemezből induló programról beszélünk, tehát legyen az valami tápcsatornai program, vagy éppenséggel egy mély mióma, vagy fehér folyás, vagy prostatagyulladás, vagy a vesegyűjtő csatorna program, tehát magányosság, legyen az egy támadás, egy emlődaganat, vagy egy súlyos leértékelés. Ebben a helyzetben tessenek nézni, satuféket nyom a dallam hallgatására a biológia, nem megy tovább a felesleges sejtépítés, vagy önleértékelésnél a sejtek lebontása, a biológiai programot itt megállítja. De van egy probléma, optikai sín. Vagyis értsük meg, hogy a dallam nem fogja helyettem a konfliktust megoldani, csupán a biológiára fog hatni. A konfliktus megoldása még mindig az én feladatom, és benne van, hogy missing link. Hiányzó láncszem, vagyis ki a hiányzó láncszem a gyógyulásomban? Pont én vagyok. Abban az esetben, ha egy ektodermális programról, kortikális konfliktusról, külső csiralemezhez kötött programról van szó, akkor, amint látjuk, letranszformálja, tehát csökkenti a konfliktus tömeget, a dallam hallgatása, és ez nagyszerű dolog, mert akkor az epileptoid krízisben, amint látjuk, nem fogunk szenvedni. És ez lesz az, amit használunk olyan esetekben is, ezt használjuk ki olyan esetekben is, amikor a konfliktus megoldására esetleg, ugye leállna a szívünk egy birtokvesztés konfliktus kapcsán. De most nem a részletekben szeretnék elveszni, hanem ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a szerelmes dallam hogyan hat a biológiára. Mert azt látom, hogy az emberek azt hiszik, hogy bekapcsolom a dallamot, semmit nem változtatok, élek úgy, mint ezután, és majd a dallam meggyógyít engem. Kérem szépen, ez nem így működik. Ez egyértelmű volt abból az előadásból is, ami elérhető, hogy a MyStudenten még jön a gyakorlatban. Csak jó lenne, ha annak az előadásnak is minden mondatára odafigyelnék, és akkor nem jutnánk el félreértésekhez. A megoldást követő fázisban mit csinál? Fantasztikus dolgot csinál, tessék nézni. A vagotóniát átolja az epileptoid krízisen át, vagyis nem fogunk szenvedni az epileptoid krízis tüneteitől, vagy igencsak csökkent mértékben fogjuk az epileptoid krízis tüneteit megtapasztalni. Ez valami csodálatos dolog. De nyilvánvaló, hogy az optikai sín, az itt is optikai sín. Vagyis ami
Még én nem oldottam fel érzelmileg a konfliktusomat, addig mire várok? Addig jönni fognak a recidivák, és nem a dallam hibás azért, mert még mindig fáj minden izületem, nem a dallam hibás azért, mert nem működök még rendesen a hálószobában, akár férjként, akár nőként, nem a dallam hibás. Én vagyok a hibás, mert még a konfliktusomat nem zártam le. Tehát legyünk szívesek megérteni. Ez egy csodálatos dallam, ami mire hat? A biológiára, a biológia működésére. Most ugye az előítéletek azok nagy dolgok. Ezt a bizonyos bejegyzést egy másik társaságnak a Facebookjáról megkaptam, de ugyanakkor ettől a szerzőtől, aki itten csak egy érdekes nevet írt be, megnyilvánult, keresztnevét nem árulom el, levelet kaptam tőle, és nekem is kifejtette ezt, amit itt leírt. És válaszoltam rá szépen bőven, és kifejtettem azt, hogy a jobb lett volna, ha először is nekem ír levelet, és mert ugye az én általam feltett webkonferencia anyagra hivatkozik, és fogalmazza meg az előítéleteit, de miért? Mert félre van vezetve, mert az alapokat nem ismeri, mert félig meddig, fél ismeretek alapján hoz előítéleteket, és onnantól olyan dolgokat ír, hogy az embernek hát négyfelé állna a füle, ha ezt nem tudná elfogadni feltételek és előítéletek nélkül. Azzal kezdtem a levelemet, hogy megdicsértem azért, hogy vállalja a véleményét. De mondtam következő mondatomban, hogy igen, mindenki a véleményével ki is állítja magáról a bizonyítványt. Egyértelmű, hogy nincs megfelelő tudása, nincs megfelelő tájékozottsága, de már van véleménye. Na, ezeket szeretném, kérem szépen, ha ezektől, a véleményektől mindenki, hát hogy is mondjam, elhatárolódna, és ebből nem lesz elválasztási konfliktusra, garantálom. Abban szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy mindenki a saját tapasztalatát higgye el. Mert van olyan, hogy valaki megtapasztal valamit, és mégsem hiszi el. Ilyen okos emberrel is találkoztam, családtag. Szóval, legyünk szívesek a saját tapasztalatainkat elhinni, legyünk szívesek mások véleményét leellenőrizni, és az, amiről én beszélek itt, és már több mint 300 webkonferencián, és mindaz, amit a könyveimben leírok, amögött nagyon, de nagyon sok tapasztalat, saját tapasztalat és visszaigazolt tudomány áll. Ennek a könyvnek, mit tegyek, hogy jó legyek, hogyan találom a megoldást? Ennek a könyvnek az alapjai visszanyúlnak az egyetemi évekre. Tehát akkor tessenek elgondolkodni, hogy hány éves munka van ebben a könyvben. Mert pontosan ebben fejtem ki, hogy hogyan hat ez a dallam a biológiára. Mert sikerült rádöbbennem az élettani ismereteim alapján, hogy a vagotónia fokozódik a dallam hallgatására. Ezért lesz az, hogy képes a konfliktus aktív fázist leállítani vagy letranszformálni, és ezért lesz az, hogy a megoldás követő fázisban át tudja vinni a vagotóniát az epileptoid krízisen keresztül. De ebből a könyvből megérthetjük még a koponyacétének az értelmezését, és megérthetjük azt, hogy miért van az, hogy nem csak egy nagy THS, egy váratlan becsapódás tud az agyban elindítani egy biológiai programot, hanem az inger küszöb fölötti inger is ugyanezt megcsinálja, csak éppenséggel akkor nem lesznek körkörös gyűrűk a becsapódás helyén. Ehhez tudni kell egy kis élettant, az akciós potenciált, meg a minden vagy semmi törvényét. Szóval, ha valakinek még van
kétsége afelől, hogy a más studenten méghen valóban el tudja mindazt követni, amit Hammer doktor állított róla, hát azok én elhiszem, hogy ő kételkedik. Akkor még keressen, még kutasson. De legegyszerűbb lenne, ha megvenné a könyvet, lefordítatná, ha nem tud németül, vagy ha tud németül, elolvassa, és akkor talán meggyőződik. De ha nem, az se probléma. Itt kérem, nem az a kérdés, hogy egy hiszem, vagy nem hiszem, hanem ezek a dolgok akkor is így vannak, ha én nem hiszem. Ez biológia. És amiről beszélek, az már egy párszor elmondtam, hogy az biológia, biofizika és kvantumfizika. A magasabb rezgések hatnak az alacsonyabbakra. És a dallam az magasabb rezgés. A régi könyvben úgy kezdődik a teremtés, hogy mondd az Úr, hogy legyen világosság és lőn. Hogy a hanggal mit lehet tenni, és az hogyan működik? Hogy azzal hogyan lehet teremteni? Hát kérem szépen, tudom, hogy már unalmas, de csak azt tudom mondani, hogy weblap, tudástár, videók. Ott találunk olyan előadásokat, amelyek pontosan erről szólnak. És tettem ki Sutyomban egy nagyon-nagyon érdekes, majd egy órás riportot. Aki ismeri a weblap tartalmát, az tudja, hogy melyik a legújabb előadás benne. Szóval, miért tudja mindenfajta pánikátkát megtörni? Azért, mert a pánik az szimpatikotónia, és a paraszimpatikus hatás ezt képes nyilvánvalóan csökkenteni, megakadályozni. Itt van, hogy a biológiai konfliktus aktivitást nem szünteti meg. Érthető? Ott leblokkol, vagy letranszformál. Ennyit tud csinálni a dallam, de ez hatalmas eredmény. A konfliktus recidívák nem fogják eltalálni a nagybetűs lelkünket, kivéve optikai sín. Tehát ezért kellene éjszaka mindenképpen hallgatni, mert valóság, álom, illúzió az agyamnak ugyanazt jelenti. Ezért szenvedek a múlt miatt, mert a múltat azt hiszem, hogy az ma történt. Úgy beleélem magam múltbeli történetekbe, hogy az még mindig most betegít meg. Ezért kéne lezárni végre a múltat. Tehát az optikai sín az optikai sín. Megakadályozza tehát, hogy a hallgatás alatt konfliktus recidívák eltaláljanak minket, vagyis hogy elakadjon a program. Kérem, mondjon valaki egy olyan módszert, ami mellékhatások nélkül az aktív rákot megállítja. Kérem szépen. Hát gondoljunk már bele. Nem az a feladata, hogy megoldja, itt van missing link. Azt jelenti, hogy én kell megoldjam a konfliktust. De már konfliktus aktív fázisban segít nekem, hogy ne növekedjen tovább a melldaganat, ne dugaszoljam el jobban, mint két vesémet, illetve, hogy ne folytassam tovább az önrombolást minden szinten. És hogyha már belemászunk egy kicsit ebbe a témába, a kortikális problémáknál, akkor tudjuk, hogy a konstellációk, vagyis a viselkedés változások pontosan legszembetűnőbben a kirgi meg nem oldott konfliktusok hatására keletkeznek. Minden szinten van konstelláció, félre ne értsük, de a birtok pszichózisok fantasztikusan oldódnak a dal meghallgatásának az idején, még megy a dallam. Erről is van webkonferencia anyag. Jó lenne, ha foglalkoznánk vele. Na most akkor miért is tud hatni a biológiára ez a dallam? Mert hogy szeretetről van szó a mai nap, ugye? Ez a rezgés, ami a dallamból árad, ez egy magasabb frekvenciát jelent, mint a félelem frekvenciája. Vagyis, mint a szimpatikus idegrendszer hatása. A szeretet rezgése az, ami képes felülírni a félelem által elindított túlélő programot. Csak a szeretet rezgése fogja felülírni. A feltételek és előítéletek nélküli elfogadás. De ide akkor fogok tudni eljutni, ha megbocsátok önmagamnak, megbocsátok a másiknak. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Illetve benne van a könyvekben,
hogy a Lajos bácsi története megbocsátott, és természetes csatornán kitojta a vastag bélrákját. Hát egyszerűen döbbenet, és nem csak ő, hanem más is. Szóval értsük meg, hogy a szeretet rezgése lesz az, ami meggyógyít. Tehát a félelem megbetegít, a szeretet meg meggyógyít. Na most itt akkor mi a kérdés? Hogy élsz, vagy félsz? Félelemmel, vagyis agyalással nem fogunk félelmet feloldani. Vannak emberek, akik félelem feloldással foglalkoznak. Csak nem tudom, hogy hogyan. Mert eredményt nem látok belőle. De hát legalább megmagyarázok, hát nem, hogy mi van. Tudunk, az agyunk egyfolytában tud magyarázatot adni. Hát ez a legnagyobb feladata neki, hogy mindent kimagyarázzon, hogy kimagyarázza a tehénből a borjút is. Mindenre képesek vagyunk. De értsük meg, hogy érzelmi feloldás lesz az, ami elvezet minket a valós megoldáshoz. Nem a magyarázatok. Sőt, amikor figyelek, amikor elfogadok, ott már nincs magyarázat. Vagyis, ahol magyarázat van, ott nincs megoldás. Amint tudjuk kvantumfizikából, a magasabb rezgések hatnak az alacsonyabbakra, és nem fordítva. Ezt magyar ember már rég megfogalmazta kvantumfizika nélkül, hogy nem a farka csóválja kutyát. Így van? Tehát az egyetlen igaz szeretet a feltétel nélküli elfogadást jelenti. Tudom, hogy annyira, de annyira. Itt a biológia képviselője, dr. Budai László Károly, mindenki látja ott, orvosi táskáján. Nagy szükség van rá, hát mindig szól, hogy fékezd, mert piros a lámpa a jelzőlámpánál, nincsen ezzel semmi baj. Szükség van rá, hogy a kapcsolatokat meglássam a tanult dolgok között, meg a germán gyógytudomány között. Tehát jóra kell használni az elmét, és nem arra, hogy félelmeket teremtsen. Már nem tud engem már manipulálni félelmekkel, mert teszi a dolgát, és én megteszem az én dolgom. Szóval a feltételekhez kötött lét szenvedéssel jár, mondha Buddha, aki érdekes módon csak magyar nyelvterületen Buddha, másút mindenütt Buddhának nevezik, zárója bezárva. A négy igazsága között ez az első Buddha négy igazsága, a feltételekhez kötött létszenvedése jár. Miért? Mert félelemben élek. A szenvedésnek van oka. Mi? Pontosan a félelem. A szenvedésnek van vége. Mikor? Amikor átadom a lelkemnek az irányítást, vagyis a bizalomra szavazok. És van egy út a szenvedés megszüntetéséhez. És hol van az? Háromnapos tanfolyam. És senkinek nem kell utána buddhista templomokba járni. Tehát jegyezzük ezt meg, ha elfogadom a világot és önmagamat olyannak, amilyen, akkor nincs konfliktus és nincs betegség sem. Én ebbe tudnám összefoglalni mindazt, ami lényeges ahhoz, hogy feleslegessé tegyük a táblázatnak a tesztelését, illetve mindazt, ami ebben a könyvben le van írva. Nem kéne végig tesztelni a könyvnek a tartalmát. Nem ez volna lényeges, hogy tudjam, hogy most akkor vajon a középső csiralemezről milyen programokat indítottam el. Nem kell tudjam. Hát a tüneteim megmutatják. A tüneteim egyértelműen megmutatják, hogy mi a probléma, még akkor is, ha én arról nem akarok tudomást venni. És akkor mi a lényeges dolog? Pontosan az, hogy lezárjam végre érzelmileg, hálával az összes múltbeli történeteimet, amelyeket én úgymond szivatásként éltem meg, és onnantól kezdve megteremtem a magam valóságát, és nem félek a jövőtől, hanem megteremtem a jövőmet olyannak, amilyennek szeretném. Hogy hogyan? Háromnapos képzés. Tehát az öt természettörvényt megtaláljuk ebben a könyvben röviden, megtaláljuk mindazt, ami a tudományos táblázatban benne van, természetesen kiegészítve magyarázatokkal, mert ez távirati stílusban készült,
orvosoknak készült a táblázat, és még nekik is van mit felfedezni benne. És megkapjuk a krónikus vagy elakadt lefolyásoknak a taglalását, ami már nincsen benne a táblázatban. Vannak konfliktus típusok elemzése, esetismertetések, és olyan akadémikus diagnózisoknak az összefoglalója, amelyeknek az elolvasása csak azért javasolt, hogy lássuk, hogy hogyan gondolkodik az akadémikus orvos. És lássuk, hogy minden tünetre ott van a magyarázat, és nyilvánvaló, hogy ha én nem zárom le békével a napjaimat, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. A biológiánkról csak egy összefoglaló tényközlés, ne feledjük el a legfontosabbat, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és illúzió között, és kérem szépen, illúziók miatt szenvedünk. Mindig a pillanatra reagál a biológia, tehát ha az agyam a múltbeli történetet hozza be a pillanatba, arra reagál, ha ebben a pillanatban a jövőtől félek, arra reagál. És nem holnap után fogok én megbetegedni attól, hogy félek attól, hogy mi lesz holnap után. Most fogok ettől megbetegedni. Egyszerű a történet, mert vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok, nincs negyedik. Hozott anyagból dolgozik a biológia. Ez a három dolog történik, lélek, agyszerv tengelyen indul el a program, és vagy építek, vagy sorvasztok, vagy működést gátlok. Minden, de minden tünetünk ehhez kapcsolódik. Valamelyik ebből a háromból. Ne feledjük el azt, hogy minden félelem egyenként beindít egy programot. Kérdés, hogy egy konfliktus hatására én hány dologra asszociálok, vagyis mi mindenhez kötöm én azt, hogy mostan elbántak velem, önleértékelés, szarul érzem magam, bosszankodom, stb. El akarok választódni, képtelen vagyok elmenekülni. Ez mind-mind benne lehet, és akkor nyilvánvaló, hogy ennyiféle tünetem lesz. És a lelki megrázkódtatással beinduló programot érzelmileg kell feloldani, vagy nincs megoldva. A megoldáskor pedig a biológiai szintű megoldáskor, ugye értjük, a működés helyreáll, de a külcsi nem biztos, hogy olyan gyönyörű lesz, mint volt. Persze van egy másfajta megoldás is, ami azt jelenti, hogy képes vagyok mondjuk visszateremteni azt, amit kioperáltak belőlem, de hát ez már tudom messzire vívő gondolat. Nem akarom tovább a dolgokat bolygatni, én csak szerettem volna a mai napon, a szeretet napján, Valentin napon mindenkinek nagyon nagy felismerést átadni arról, hogy mi az, hogy szeretet, felismerést adni, és ezt megköszönöm Rékának, hogy egy gyönyörűen összefoglalta, felismerést adni abból, hogy a szeretet dallama hogyan hat a biológiánkra, és remélem, hogy mindenkinek sikerül meghoznia a döntést, és kitartani a döntés mellett, mert nem az a tudatos ember, aki tudja, hogy ki ő valójában, hanem az, aki e szerint is él. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét.